akkor minden ló beáll, hogyha ő is bent van. Startenőt nap utolsó futama, Gyöngyvirág Handicap második része. Night Sunny jött ki jól a gépből, eléggé széthúzódik a mezőny már az indítás után. Úgy látom, hogy Apokalipszis, aki rettenetesen gyengén kezd, Álom Manó sem túl jól, de azért ő gyorsan csatlakozást talált, amikor kijöttek most már a kanyarból. Az egyenesbe érnek, Rush veszi át a vezetés. Rush az első, mögött azonban ott van Night Sunny. Rush és Night Sunny kettős az élen. Azt nézem, hogy a Saksfiók is ott galopozik a frontban. Mögöttük Bárányfelhő, jól jött egy Csatadal. Egyébként, amikor a túlsó egyenes közepén vannak, mennek az ügető átjáróhoz, és az élen még mindig Rush vezet mögötte, Saksfiók, Rush, Saksfiók, Seherezádé. Ők hárman vezetik a mezőnyt. Night Sunny egy pillanat alatt elfáradt és visszaesik a mezőny végére. Bárányfelhő viszont változatlan nagyon jól jön mögötte, hogy Csatadal színeit látom. Apokalipszis pedig egészen tragikus startja után fölzárkózik már oda az élmezőny mögé. Hát Apokalipszis hihetetlen sok teret tett jóvá. Kérdés, mennyire fáradt el ebben, hogy bírja majd a végét. Jön az utolsó 600 méter, az élen semmi változás. Rás továbbra is biztosan vezet. Bárányfelhő nagyon könnyen jön mellette, és Seherezádét már elég erőteljesen kell lovagolni. Csatadal is nagyon jól mozog, mikor bejönnek a lovak a célnyesbe, és az öreg Saksfiók is ott van még a frontban. Jön az utolsó 450 méter. Vezet Rás. Rás az első Simon Ferenccel, amikor most már csak mintegy jó 350 méterünk van hátra a futamból, mellette Bárányfelhő. Rás Bárányfelhő kettőse az élen. Jól jön még mindig Csatadal. Rás Bárányfelhő, Csatadal, kívül Seherezádé, belül Saksfiók talán még közelebb jöhet. Apokalipszis nem nagyon tud jönni a távozlophoz, érnek lovak. Most indul ez Seherezádé. Jön Seherezádé, 150-nel a vég előtt. Seherezádé átveti most már a vezetés. Seherezádé nyerheti a versenyt. Seherezádé vagy Rás, Seherezádé, Rás vagy Csatadal. Seherezádé és utána csengével nyeri az utolsó futamot. Rás lesz a második mögötte. Harmadik helyre pedig érkezik. Talán Csatadal megveri Bárányfelhőt. Suták Csenge, jól hozza Seherezádét, mondtuk, hogy azért a múlt heti verseny nem biztos, hogy mérvadó. Van már egy futás a lábában, most azért komolyabb lovast kapott Seherezádé, és megveri azt a Rást, aki a kellemes meglepetése a futamnak. Ugye ő szól bele a favoritok versenyébe tulajdonképpen, hiszen ott van Csatadal, és ott van Bárányfelhő, utóbbi lecsúszhat a dobogóról, bár ott lehet, hogy célfotót is kérnek. 6-os, 8-as, 1-es, nem hivatalosan a sorra. Nagy lendülettel jön Seherezádé. Egyértelműen jobbik napját, jobbik formáját mutatja és hozza, és megvan a győzelem. Befutási sorrend 6-os, 8-as, a harmadik helyre célfotó. Ismétlem, 6-os, 8-as, a harmadik helyre célfotó. Apokalipszis nagyon-nagyon messziről jön fel az ötödik helyre, és a végén ugyan Night Sunny meg Álomon is megindul, de hát ők messze voltak azért attól, hogy ők küzdelembe érjenek. Álomon azért csalódás. Elsőre. Igen, ez egy magabiztos másfél hosszas siker. Seherezádé, ő sem akart lemaradni már, mint Suták Csenge. Csatadal lesz a harmadik minden bizonnyal. Bárányfelhő, aki könnyen jött még a kanyarban, leszorul a dobogóról, vagy leszorulhat a dobogóról. Ötödik lesz Apokalipszis. Aztán Night Sunny és Saksfiók, Álom Manó. És fellángolás. 6-os, 8-as, 1-es ez a befutás.